Berekfürdőben kezdi új közös életét Szűcs Judit és Kovács Zsolt. Mindkettőjüknek volt előző házassága 3-3 gyermekkel, akik elfogadták szüleik új élethelyzetét, és alig várják, hogy bereki otthonunkba jöhessenek nyaralni. Szűcs Judit a karcagi Szent Anna és Sámuel Református Középiskola tanára, igazgató helyettese, aki számára a házfelújítás, a fizikai munka, az aktív pihenés a hétköznapok szellemi munkája mellett. Hát ez az aktív pihenés teljes mértékben, és mind a mellett, hogy pihentet a fizikai munka, ugye a hétköznapok szellemi munkája mellett, mindamellett pedig jó érzéssel tölt el, hogy próbáljuk eredeti állapotába a paraszti világot visszahozni, illetve olyan anyagokat használunk, amelyek teljesen természetesek. Úgyhogy ami a kortól idegen, vagy esetleg már más korra jellemző építőanyagok, vagy egyáltalán burkolóanyagok tekintetében, azokat mellőzzük, és tényleg megtalálni az optimális megoldás, már az is egy örvendetes dolog. Kovács Zsolt agrármérnök, növényvédő szakmérnök, Tiszatenyő, Törökszent Miklós környékén gazdálkodik családjával, és van egy KFT-je üzlettársal, alkalmazottakkal. Igazából mindent magunk csinálunk, és pontosan az út a lényege a történetnek, hogy nem az, hogy nem lenne rá való esetleg megcsináltatni, hanem magunk készítsük el, és a lehető legtöbb kézműves munkát elvégezzük a házba. Judit csiszol, meg égeti, mindenféle anyagokat megpróbálunk autentikusan beszerezni, és hát összerakni olyan állapotban, ami lehetőleg idézze azt a 20-as, 30-as, 40-es évek paraszti világ helyzetét, ami egyébként ez a ház is volt annak idején, még az elsők között épülve. Úgyhogy igen, megosztjuk, és rengeteg időnket eltöltjük itt, amennyit csak lehet, ahogy engedi a munka meg a feladat. A gazdálkodás mellett nehéz szakítani időt a házra, de szerencsére az üzlettársak segítenek, és az alkalmazottak önállóak, így tud jönni Berekfürdőbe dolgozni, karácsonyra talán kész lesznek. Amikor megvásárolták az ingatlant, a helyiek megkeresték őket, és az volt az első kérdés, ugye nem fogják lebontani. Megnyugtatták őket, hogy nem. Azóta tényleg a berekiek szeretetét élvezik. Amikor megvásároltuk ezt az ingatlant, és elterjedt a híre, hogy mi vagyunk az új gazdák, a helyiek megkerestek minket, és az volt az első kérdés, hogy ugye nem fogjuk lebontani. Megnyugtattuk őket, hogy nem, és azóta tényleg a szeretetüket élvezzük. Gondolom egyébként is szeretnek itt mindenkit, de valószínűleg ennek örültek, ennek a hírnek, hogy új életet kap ez a házikó. Nagyon sok mindennel ellátnak a korfű dolgokat, ajándéktárgyként idehozzák, és jókat beszélgetünk, akár egy-egy kis pálinka is előkerül, és már van, amikor hárman, négyen itt vagyunk, és beszélgetünk, úgyhogy ezek a közösséget építő beszélgetések tényleg nagyon a lelket melengető dolgok. Sok korhű dolgot kapnak ajándékként, közben jókat beszélgetnek. Juditék annak is örülnek, hogy gyermekeik elfogadták az új helyzetet. Judit kisebbik lánya szerint ez a ház illik anyjához, és ezt tartja másik lánya és fia is. Zsoltnak 3 fia is szeretne már Berekben nyaralni. A kisebbik lányom azt mondta, hogy anya, ez te vagy. Tehát igen, nekik ez nem újdonság, hogy ilyen lelkületű házat kerestem, és próbálom megvalósítani ezt a bakancslistás történetet. Igen, nálunk hasonló a helyzet. Erdélyországban van már egy barátommal közösen épült székelyház, amit igazából egy paraszti ház az is, ottani stílusban közösen csináltuk, tehát a fiúktól nem áll idegenként ez a fajta életvitel. Mi sokat túráztunk ott, sokat voltunk, laktunk kint, vagy voltunk kint, nem is laktunk, de sokat voltunk kint velük, ahogy most a vírus már ugye nem engedi, de előtte igen. Mind a hárman voltak, és mindegyik azt mondta, hogy apa, szeretnénk itt majd nyaralni, jönni, barátokat, csajokat, 3 fiú, tehát hogy igen, tehát hogy van értelme ennek csinálgatni, igen. Ha elkészülnek a felújítással, mind a 6 gyermeket várják majd közös szalonna sütésre, de birkapörkölt főzés és Ferdinánd sütés is lesz a kemencében. Reményeik szerint egy év múlva olyan lesz ez a ház, amilyennek szeretnék, a régi családi bútorokkal.